Élt egyszer egy faluban egy öreg asszony, szerzett egy tál babot, meg akarta főzni. Tüzet rakott hát a kis kemencéjébe, és hogy hamarabb föllobbadjon a láng, fogott egy malok szalmát, azzal gyújtott be. Ahogy a babot beleöntötte a fazékba, véletlenül kipottyant egy szemet, nem is vette észre. A szalmaszála, a parázs meg a babszám. Ezt a Grimm mesét adta elő köszöntője gyanánt Ácsereső polgármester, aki elmondta, a 3 évvel ezelőtt útjára indított kezdeményezéssel szeretnék azt is elültetni a köztudatba, hogy Hári János Szekszárdhoz kötődik. A városunk életében nagyon fontosak a rendezvények. Minden rendezvénynek, minden eseménynek van olyan része, ami a családoknak szól és a gyerekeknek szól. De úgy gondoltuk 3 évvel ezelőtt, hogy egy olyan rendezvényt szeretnénk meghonosítani, és tulajdonképpen most ott vagyunk, amely csak a gyerekekről és csak a családokról szól. Évről évre nő a látogatók szám, egyre népszerűbb ez a rendezvény. Ugye nem csak egy egyszerű gyereknapot tartunk itt Szekszárdon mindig május végén, hanem a Hári János Mesefesztivált. Ezzel azt is szeretnénk elültetni a köztudatban, hogy Hári János Szekszárdhoz kötődik, hogy ezt a szekszárdiakon kívül talán kevesebben tudják. És én azt gondolom, hogy ez a rendezvény megmozgat mindenkit, aki itt a városban iskolás, óvodás, szülők, gyerekek, a környéken lakókat is, és egy ilyen jó közösségi élmény nyújt, kiváló az idő, eddig szerencsénk volt mindig az idővel, és ilyenkor tulajdonképpen a mese fővárosával válik a város. Ezzel azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi minden érték van itt Szekszárdon, és mennyi mindenre vagyunk büszkék a gyerekeken keresztül, a családokon keresztül is. Úgyhogy nagy örömmel várom ezt a mai napot, aminek egyébként a fénypontja majd a szokásos oszti fényfestés lesz. Idén minden csúcsot megdöntöttek a pályázók, hiszen 440 rajz érkezett, és az meg őszinte örömmel tölt el engem is, hogy ezek a gyerekek még annyira tudnak örülni egymás sikereinek, és nem csak a saját sikerüknek, hogy nagyon jó érzés hallani azt, amikor sikongatva nézik a rajzokat. Első alkalom, amikor díjakat adtam át, én ugye hátaláltam a művészetek házának, ahova vetítjük a képeket, és nem tudtam, hogy időként mérsikítanak fel, és kiderült, hogy akkor váltott a kép, úgyhogy mindig megkérdezzük a szülőket, megkérdezzük az óvodai vezetőket, szülői közösségeket, hogy milyen programok jönnek, és igyekszünk összeállítani úgy ezt a 2 napot, hogy ezeket a kéréseket meg tudjuk hallani, és utána tudjuk rá válaszokat adni, és hát mindig van egy téma, az idei esztendőben a Grimm mesék köré szerveződő mesék, tulajdonképpen illetve fellépők, hát vannak profi fellépők, de hála Istennek most erős verseny van az itteni iskolák, óvodák között is, annak érdekében minél többen fel tudjanak lépni. A 3 királylány, 3 királyfi alapítvány és a Kolping iskola közösen létrehozott vándorbölcsője is gazdára talált pályázat útján. A fából készült kézműves alkotása a Kolping katolikus szakképzőiskola diákjainak kezemunkáját dicséri. A Hári János Mesefesztiválon mese mesét követett. Csak a farkas leheték ott. Neki a szegény farkast úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kívánszorogni a kamrából. Közben a róka szaladt, iszkolt a falu végére. Ott lefeküdt egy csomó pozdorjára, és elaludt. A róka és a farkas a lakodalomban ezt a mesét mondtam, és azért választottam, mert nekem nagyon tetszett. És Rosszné Párinkás Erika és Gabi Gabriella készített fel. Régóta mondok már meséket és verseket, és igen, már voltam matematika versenyen is. Meg a mesemondó versenyen is, ugye. Nekem a legnagyobb kedvencem a magyar népmesékből az, hogy a róka és a farkas a lakodalomban, mert az nagyon tetszett, azt is, amit most mondtam. Szeretnél valamit elérni? Van valami nagy álmod ezzel kapcsolatban? Hát én igazából író szeretnék lenni. Ó, de rég nem láttam, kedves asszonyság, örvendezett a komám asszony. Tudja mit? Menjünk ki a szőlőhegybe, s lopjunk szőlőt. Isten őriz! A 3 zsákravasságot tanultam el, és most is azt mondtam el. És akkor úgy döntöttünk a Mimóval ezelőtte, hogy az enyém lesz a 3 zsákravasság, és a másik mese pedig a szövé lesz. Mind a kettő nagyon vicces, és azért választottunk vicceset, mert hogy valamennyire szórakoztassuk a nézőtért. És neked mennyire volt ez szórakoztató? Hát nekem volt szerintem a legszórakoztatóbb. Szoktam versenyekre járni, verseket is szoktam mondani, és a felkészítőm mindig Gepel László is szokott lenni. Elsőben nagyon jól tudtam olvasni, vagyis hát először, amikor
megpróbáltam, akkor nagyon rosszul ment, de már fél évkor jól ment. És akkor másodikban azt mondta Ani néni, hogy szeretnél verseket és meséket tanulni, én meg azt mondtam neki, hogy igen. És akkor abból adódóan meséket is tanultam, meg verseket. Vigyél át a Dunát, vigyél át a Dunát, vigyél át a Dunát, vigyél át a Dunát. A Bugócsiga zenede előadását tátott szájjal figyelték a gyerekek, akik ismert gyermekdalokat, mondókákat és kiszámolókat szólaltattak meg saját feldolgozásban egyedi hangzással. Többen zenehallgatás közben a fák árnyékában műanyag építőjátékokkal örvendezve építkeztek.